elsősorban Blažića hiányzó belső védők közül nagyon-nagyon sokszor a támadás építésébe is bekapcsolódott, sőt tőle indult az akció. Zubkov, egy lövés és egy gól! Az első percben megszerzi a vezetést Zubkov jobblávas lövésével a Ferencváros. Nem tud fölszabadítani ott az MTK játékosa Perkovics, Zubkov megtolja, ellövi, és kilkos erővel vágódik a labda a kapu bal felső sarkába. Szenzációs lövés, 1-0. Zubkovnak ez mindössze a második gólja a szezonban.